régebben a jogász, meg a közgazdász, ezek voltak a sztár szakmák, és szerintem most a programozó az. Már most is hatalmas hiány van informatikusokból a világon. Ez a hiány, a szoftverfejlesztők iránti igény, az informatikusok iránti igény, az csak nőni fog. Ez egy olyan szakma, ahol nagyon széles az a terület, amivel foglalkozhat az, aki ért a programozáshoz. Lehet valakiből játékfejlesztő, fejleszthet orvosi szoftvereket, lehet belőle termékmenedzser. Nincs bezárva egy dobozba, hogy azzal, hogy ő megtanult programozni, akkor ő már csak egyfajta dologgal foglalkozott egész életében. Épp ellenkezőleg kinyílik a lehetőségeknek a tárháza tulajdonképpen. Ráadásul egy olyan szakmáról van szó, ami éppen a megnövekedett kereslet miatt nagyon jó anyagi lehetőségeket biztosít, nagyon jó fizetéseket adnak a szoftverfejlesztőknek, ráadásul a kezdő szoftverfejlesztők bér az sokkal dinamikusabban nő, mint szinte bármelyik másik karrier vagy pálya esetében. Mégse lesz mindenkiből programozó. Miért nem? Hát azért, mert azon a szinten megtanulni programozni, amely egy hosszú távú karrier lehetőséget biztosít, vagy amiért a vállalatok jól fizetnek, azon a szinten megtanulni programozni nehéz. És mi a CodeCoolban épp ezzel foglalkozunk, hogy egy olyan egyedi oktatási módszertan dolgoztunk ki, amivel egy év alatt felnőttekből gyakorlatilag szinte bármilyen háttérrel rendelkező fiatal felnőttből programozó válhat. Úgy ezzel együtt sem gondolom azt, hogy mindenkiből programozónak kell lenni, hiszen szükségünk van orvosokra is, meg buszvezetőkre, meg sok minden másra, de azok a képességek, amit a kódolás elsajátításával párhuzamosan megtanulhat az ember, azokra szinte minden mai fiatalnak szüksége van. Nem elsősorban a kódolás elsajátítása fontos, főleg ha valaki nem ebből akar megélni, hanem az, hogy az absztrakt gondolkodás elsajátításának a képessége az, hogy komplex problémákat hogyan lehet elemeire bontani, hogyan lehet folyamatokat digitalizálni, optimalizálni, automatizálni. Ez szinte bármelyik szakmában hasznos képesség lehet, és ahogy kódolni tanul az ember, pont ezek a képességei fejlődnek. Ha én ma lennék 20 éves, akkor három dolgot biztosan megtanulnék. Megtanulnék angolul, megtanulnék gitározni, és megtanulnék kódolni. Szerintem ez a három dolog együtt egy olyan killer skillset, amivel gyakorlatilag szuperhősé válik az ember. Kicsit azt gondolom a kódolásról, mint mondjuk az angol tudásról, hogy rengeteg szintje van ennek. Az, hogyha valaki csak konyha nyelven beszél angolul, ahhoz képest az, hogy műfordító lesz belőle, vagy szinkron tolmács, az egy hatalmas skála, ugyanez a kódolás. De bármelyik szintjén lenni ennek a skálának, az hasznos dolog. Nagyon le fog csökkenni azoknak az állásoknak a száma, ahol valamilyen szintű digitális írástudás nélkülözhető lesz. Megoszlanak a vélemények. Vannak olyan előrejelzések, amik azt mondják, hogy a digitalizáció miatt, az automatizáció miatt rengeteg munkahely fog megszűnni. Más előrejelzések meg azt mondják, hogy igen, megszűnik egy csomó munkahely, de egy csomó más típusú munkahely meg létrejön. Én ebben hiszek, hogy ez a szenárió fog bekövetkezni. Tanulj meg kódolni!